Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy hogyan kell a Brooklyn Heat-ra a családot rámontírozni. A montírozás azt jelenti, hogy két képet, vagy két vagy több képet összedolgozunk egy képpé, és olyanná készítjük, mintha az egy lenne eredetileg. Először is megnyitom a háttérnek számító utcaképet, tehát itt a Brooklyn Heat-at. Erre fogom majd a családot rádolgozni. Esetleg a részleteket megnézhetem, hogy ez mennyire nagy felbontású. Ha nem tetszik a felbontása, tehát például itt látszik a ferde vonalaknál, hogy nem túlságosan simák ezek az egyenes vonalak, akkor az Image menü Image Size beállításánál beállítható nagyobb méretet. Például most ezt meg fogom duplázni 3000 pixel szélesre. És hogyha így tudok közelebb vagy távolabb menni a képtől, akkor már jobb lesz a felbontás. Talán itt akkor jobban látszik, hogy milyen lett. Ha készen van a háttérképem, a következő lépés az, hogy az előtérbe rakandó képet is kiválasztom, tehát megnyitom másik fájlt, ez a család nevezetű fájl, és ezt a család fájlt fogom rátenni erre a Brooklyn Hidas képre. Kijelölni sokféleképpen lehet a kép részeit, én most a Ctrl-A billentyű kombinációval az egész képet kijelölöm, Ctrl-C-vel vágólapra rakom, majd átmegyek a háttérképre, és itt Ctrl-V-vel beillesztem. Ha nem megfelelő a méret, tehát a kép túl kicsi vagy túl nagy ahhoz, mint amit én szeretnék a képbe beletenni, akkor az Edit menü Free Transform parancsával tudom kisebbé, nagyobbá alakítani azt a képet. Érdemes megnyomni a Shift-et, miközben a sarkán levő kis pöcköket fogom, hiszen különben megváltozik a képarány. Tehát, hogyha a képarányt szeretném állandóra hagyni, akkor mindenképpen a Shift billentyű megnyomásával változtassuk kisebbre vagy nagyobbra a kép méretét. Hát ki kell találni, hogy mekkora legyen. Azért jó lenne, hogyha reális, tehát a háttérhez igazodó méretű lenne, nehogy véletlenül úgy nézzen ki, mintha az nem is lehetne ott azon a képen. Hát szerintem még egy picit nagyobbra, itt a biciklistához mérjük a méretet. Talán ekkorába fogom elhelyezni. Ha megfelelő a méret, nyomok egy Entert, és a képen már ott is van. Láthatóan két külön réteg, egyrészt a háttér réteg, másrészt ez a régi családkép látható. A rétegek egyébként kibekapcsolhatók, tehát hogyha itt a pipára kattintok, akkor kikapcsolódott az a réteg, nem látszik. A következő lépés, hogy belenagyítok a képbe, oda arra a részre, amit szeretnék majd eltávolítani. A rétegünkről, tehát erről a régi családkép rétegről szeretném letörölni azokat a részeket, amik nem lesznek szükségesek a végső képbe. A letörlést azt több lépcsőben érdemes csinálni. Ki kell választani itt az Erasure Tool-t, tehát a radír eszközt. Fontos, hogy a Layer 1-on, tehát a beillesztett képen legyünk. Tehát az Erasure Tool, és itt az ecsetek közül kiválasztok most egy viszonylag nagyobbat, egy ilyen 70 pixeleset, ó, még lehet nagyobb, 150 pixeles is akár. Méghozzá olyat, amelyiknek a széle nem éles, hanem ilyen elködösített. És ezzel elkezdem törölni a képnek a nagyját. Arra figyelni kell, hogy túlságosan közel ne menjek a kép értékes részeihez, mert akkor azt is le fogom törölni, mert azt majd egy következő lépcsőben fogjuk eltávolítani. Ha véletlenül beletöröltem a képbe, mint például most, akkor vissza lehet vonni. Arra azért érdemes figyelni, hogy amíg nyomva tartottam az egérgombot, addig az egy törlésnek számít. Tehát, hogyha most itt a history-ban visszavonom, akkor az egész törlés eltűnik. Úgyhogy inkább érdemes kisebb részletekben csinálni ezt a törlést,
Tehát például most töröltem, elengedem az egeret, megint megnyomom, megint elengedem az egeret, és így tovább. Most, amíg letörlöm a nagyját a képnek, addig leállítom a felvételt, és majd innét fogom folytatni. Tehát most eltávolítottam a kép nagy részét, kisebbre állítom az ecsetet, brush, és választok egy 25-öst, és érdemes belenagyítani a képbe, és most a közelebbi részeket is ugyanúgy eltávolítgatni a képről, tehát hogy fölösleges, a régi kép fölösleges háttér részei ne maradjanak benne a képben, főleg itt az arcok és a ruhák éles vonalai mellett érdemes erre jól vigyázni, nehogy véletlenül olyan részt is letöröljünk, ami a képben benne kell, hogy maradjon. Tehát ez egy elég aprólékos munka. Akik fotókezeléssel foglalkozik, az tudhatja, hogy a képjavítás, képmódosítás az nem kapkodós, hanem inkább ilyen pepecselős feladat. Most megcsinálom az egész képet, addig megint megállítom a felvételt, és majd innét fogjuk folytatni. Vannak a képnek olyan részei, ahol nagyon kis ecsetre van szükségünk, esetleg még a 9 pontosnál is kisebbre. Ott érdemes majd ecsetméretet változtatni. Itt a diameter, vagyis átmérővel lehet állítani kisebbre az ecsetet. Tehát most ugyanúgy törölgetem ki a fölösleges részeket, és hogyha ezzel is készen vagyok, akkor folytatom a felvételt. Ha készen vagyunk a kép kitisztázásával, megnézzük az egészet, hogy jó lett-e az eredmény. Szerintem ez így eléggé megfelelő. Majdnem úgy néz ki, mintha tényleg ott álltak volna a hídon. A Layer menübe kattintunk, egyesítjük a rétegeket, tehát Flatten Image. Láthatóan egybeváltozott a két réteg, és a File menü Save parancsával elmenthetjük, és készen is vagyunk ezzel a feladattal.